Láb- és kézbilincs vezetőszer, így hozták a pécsi törvényszékre a kertvárosi hajléktalan megülésével vádolt fiatalt. Arcát nem mutathatjuk felismerhetően. Egy törékeny, szemüveges, középiskolásnak tűnő, gyerekképű férfi állt a bíróság elé, akit az ügyészség komoly bűncselekménnyel vádol. A Baranya vármegyei főügyészség előre kitervelten különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntettével vádolja a 21 éves férfit. Vádiratában arra tett indítványt, hogy amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűncselekmény elkövetését, őt a bíróság 12 év fegyházra ítélje. Ezt mondta még korábban a szóvívő helyettes. Az előkészítő ülést most kedden tartották. Nem teljes mértékben értettem meg a vádiratban írottakat a kényes kegyetlenség vonatkozásában, mert a nyomozás során nem került sor. Nem gyanúsították különös kegyetlenséggel a nyomozás során, ezért erre reagálni sem tudott a vallomásokban. Ez volt a kifogása az ügyészségi minősítéssel szemben. Összesen 25 nagyerejű vagy erős kalapácsütés érte az áldozat fejét, ezért a különös kegyetlenség minősítés az ügyész szerint. Az elkövető nem fogadta el a vádirat szerinti meghatározást a bűncselekményre. A nyomozás során sem ismertem az előre kiterveltséget, és ezt most is mutatom. Illetve mikor kapcsolat a most kegyetlenség, ezt meglepett, hogy az előbb említett a kopnyát. Így a tárgyásra legyenben nem szeretnék lenni. Ha elfogadta volna az ügyészség minősítését, akkor kaphatott volna 12 év fegyházbüntetést. Mivel ezt nem tette meg, ezért tárgyalás lesz az emberülési ügyben. A vádirat szerint tavaly augusztusban a hajnali órákban találkozott a későbbi áldozattal a fiatal. Az idősebb, 60-as éveiben járó férfit étel és ital kínálásával csalta fel a lakásába a pécsi kertvárosban. Itt támadt rá hátulról az asztalnál ülő hajléktalanra egy kalapáccsal. Majd a földre került, a kalapáccsal a szakértők szerint 25-ször megütött férfit, egy késsel 3-szor mellkason szúrta. Az ügyészség szerint tettét előre kiterelte és különös kegyetlenséggel hajtotta végre. A vádlott a bíróságon azt mondta, a hajléktalan támadt rá, ő védekezett. Az ügy tárgyalása október 15-én tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik.